vágyik rá? Velem megtalálja. Az elengedhetetlen, a nélkülözhetetlen, a vágyott közelség. Katona Klárival. A fény hang. A hang rezgés. A rezgés ige. A hang, amit szándékom szerint segítek megtapasztalni, az a mindenségünk, a tudásunk, az a kiáradó eredőnk, a létező legtisztább megnyilvánulása, a legnagyobb szentség, áldás, amiben részünk lehet. A hang számomra ezt hordozza. Így vall erről Halmai László, a mai vendég. Ha mostantól kezdve nem szólnék egy szót se, csak arra kérném Halmai Lászlót, hogy beszéljen, akkor is tudna mit mondani ebben a két órában, és minden egyes mondata olyan lenne, amire szerintem egyikre sem számítanának igazán. És ez a gyönyörűséges mindabban, ami most ránk vár, mert amikor beszélgettünk, és mondta, hogy mit lenne jó, ha elolvasnék előre, ahhoz, hogy a találkozásunkkor legyen miről beszélgetni, akkor találtam egy írást, amiben például egy ilyen mondatot találtam. Mindenkinek át kell engedni szívén a létezés felelősségének együttesen hatósúlyát. Na most azt gondolom, hogyha ennek a mondatnak a kibontásába belekezdünk, akkor nagyon hosszasan maradhatunk, és maradhatnak velünk mindazok, akik mostantól kezdve megtisztelnek a következő két órában bennünket figyelmükkel. Mert ez az egyetlen mondat valami olyasmi, aminek a nagy részét szerintem egyáltalán nem értjük, ha magát a mondatot értjük is, mert hogy magyar nyelven született. De hogy a létezéshez közünk van, hogy mi vagyunk azok, akiknek a létezést át kell engednie a saját szívén azt az együttesen ható súlyt, ami hat az egyénre és hat a közösségre. Ez valami olyan szinten a mindennapok fölöttinek tűnik, és annyira olyasmit mondhat, amiről el nem tudjuk hinni, hogy részesei lehetünk, miközben szerintem alapvető feladat. Merre van az út? Hú, ez nagyon magas. Nagyon magasan kezdünk. Kivel kezdjek magasan, hogyha nem hát, pont önnel, nem pont veled? Éljük a hétköznapi életünket, és az embereknek a jelentős része az élet-halál harcot folytat, és azt gondolja, hogy az élet az ez. Tehát hosszú-hosszú időn keresztül, éveken keresztül, amíg az ember valamilyen fajta fel nem ébred, és meg nem látja a valós értelmét bizonyos dolgoknak, addig gyakorlatilag menedzseli a létfunkcióit. Eszik, iszik, alszik, szeretkezik. Gyermeket nemz. Gyermeket nemz. Ezzel a tudatossággal. Ezzel a tudatossággal. És hát ez hosszú-hosszú időnek kell eltelni, mire sok krízis helyzeten keresztül az ember felismeri, hogy nem szólhat csak erről a világ. Ha erről szól, akkor nem biztos, hogy érdemes élni ezt a világot. Mint hogy nagyon sokan erre a következtetésre is jutnak. Hát erre is valószínűleg nem helyes a következtetés. De nem mindenkinek adatik meg, vagy nem mindenkinek van rálátása arra, hogy egy sokkal magasabb szintű élet lehetősége is ott van a kezükben. És ez nem hitfüggvénye, tehát hogy bármelyik hitrendszerről is beszélünk, hogy a keresztény, a zsidó, az iszlám, a bármelyik hitrendszerről, igazándiból azt gondolom, hogy van egy a fölöttisége a világnak. Tehát egy egyetemleges létezés, amit ha felismer az ember, akkor kezd el tulajdonképpen élni. És akkor látja meg annak a felelősségnek a súlyát, hogy mi dolga is, mi is a dolga itt a világban. Mi a dolga saját magával, mi a lehetősége és a felelőssége. És hát ahogy van egy egyéni felelősség is a világban, ugyanígy van egy, hát ezt mondjuk családi karmának mondanám, de inkább egy közösségi felelősségnek,
és hát az emberiségnek egy nagy karmája is van, ami ugyan egy olyan felelősséget... Életfeladata, ugye? Inkább életfeladatnak. Lehetőség és felelősségként ott kucorog az életünkben. Nagyon-nagyon sokáig, amíg a személyiségnek egy bizonyos fejlettségi szintjére nem jut az ember, addig elsősorban önmagáért küzd és a életben maradásáért. Vagy a közvetlen hozzátartozói életben maradásáért. Aztán, amikor ezek az apró felismerések egyfajta tudássá élelődnek benne, és hát azt kell mondjam, hogy egy magasabb szinten nyilván ehhez elég sok mindenen keresztül kell menni. Ez a tudás, ez a szeretetben megszentelődik, és már nem csak önmaga haladását és fejlődését szolgálja ezt, hanem megosztódik a környezetével, és felismeri annak a súlyát, amiért ő itt jelen van, akkor mindezt a tudást és immár bölcsességet megosztja és árasztja a környezete számára. Tehát nem az egyén boldogulása a fontos, nem csak az én boldogulásom fontos, hanem mindaz, amit kiárasztok, mindaz, amivel kapcsolódom, és teremtek, és alkotok. Ugye itt válik igazándiból társteremtővé az ember. Tehát abban az eredő cél, amivel mondjuk a lélek, ez már egy másik síkja a dolgoknak, a lélek megérkezik ide a fizikai térbe, létrehoz egy eszközt, nevezzük fizikai testnek, vagy az embernek, létrehoz egy eszközt, amivel az őt befogadó térbe, hogy azt így megnevezzük, a Föld nevű intelligenciáról van szó, megérkezik egy fizikai térbe, és az ő elsődleges feladata, hogy önmaga fejlődésén keresztül szolgálja, segítse azt a fizikai teret, ami őt befogadja, és a fejlődés állandóságát segítse fönntartani. Ezt a bölcsességet és ezt a tudást, amit ezen a folyamaton keresztül az adott lélek felismer, visszaáramoltassa az eredő rendbe, azaz a szellemi térbe, vagy hát a teremtő teljességébe. Ezt így röviden talán... Elég gyönyörűen hangzik. Ha kérdezhetek egyetlen egy személyes dolgot, csak hogy valahonnan érthetővé váljon egy út, minek készültél? Vagy hol volt egy olyan dolog, ahol ez a bizonyos rálátás megtörtént, amitől ez a mondat, amit elmondtam, értelmet nyert, amióta azt gondolod, hogy erre nem csak neked, hanem másoknak is lehetősége van, hogy a hanggal úgy kezdtél el foglalkozni, hogy egyfajta kapu legyen azoknak is, akik szeretnék megtapasztalni az életnek ezt a fajta megélhetőségét, mert nyilvánvaló, te pontosan ugyanonnan indultál, mint bármelyikünk. Hát ennek van egy nagyon hosszú története, azt gondolom, hogy én azt most rögtön el is engedem. Én szobrásznak készültem, apám inspirációjára az építészeti vonalon indultam el. Azt kell mondjam, hogy hát ebbe a sablomba nem nagyon tudtam beleilleszkedni soha. Tehát, hogy az a struktúrált, nagyon merev rendszer, ami most egyre merevedik, én azt látom, abban én soha nem tudtam jó fogaskerék lenni. Tehát inkább a homokszem szerepét töltöttem be mindig is. Ha megakasztott, igen. Igen. Azt láttam, hogy a világ nem az, aminek én látom. Tehát, hogy aminek látszik, aminek az emberek élik. És mindig egy ilyen Aminek mondjuk láttatva van, ugye? Igen, mindig egy kicsit ilyen megfigyelő voltam, mindig kívülről figyeltem a dolgok történését, és hát nagyon hosszú időn keresztül mindig azt látták, hogy nem oldódom a társaságban, nem közeledek, hanem egyszerűen keresem a helyem. Azt gondolom, hogy ugyanaz, mint ahogy a lélek a megérkezés után egyszerűen a fizikai térben le kell eresse a gyökereket, és el kell kezdenie tudni uralni az eszközét, a fizikai testet. Hát én nagyon-nagyon bugdácsoltam ebbe a szószoros meg átvitt értelmében is, és ugye 25 és 30 éves korom környékén találkoztam először olyan spirituális tanításokkal, amik megszólítottak nagyon mélyen. Talán ez egy kicsit furcsán fog hangzani, egy krisztusi, tiszta krisztusi energiát éreztem, hogy megszólítva vagyok általa. Ugye ez, hogyha az ember fejlődési ciklusait nézzük, ez pont abban az időszakban érkezik, amit krisztusi kornak mondanak, és egyfajta olyan
integrációs folyamat indul el az emberbe, ahol egy felfelé, a személyiség fejlődési ciklusában egy felfelé nyílás történik. Jó esetben, persze. Hát akkor én ott nagyon erősen elkezdtem keresni 1000 szálon az utamat, és hát ez a 80-as években volt, amikor rengeteg ilyen nagyon durva, meg nagyon-nagyon jó ezoterikus, spirituális könyvek érkeztek meg, és felismertem a veszélyét is ennek. Ugye főleg ezek az ezoterikus tanítások, ezek rengeteg ilyen oldalhajtása van, ahol a mágia, a fekete mágia és a különböző mágia praktikáknak az 1000 félesége jelen van, ami nem veszélytelen út egy kezdőnek, hogyha nincsen mestere. Úgy kirúgták alólam a Sámlányt, hogy akkor én arra gondoltam, hogy amíg egy tiszta, autentikus mesterre nem találok, addig én ezt vissza is húzódom ebből a térből. Ez nagyon nehéz volt, pár éven keresztül tartott, mire kirángattam magamat ebből a érzékelésből és a hatása. És akkor hát kerestem sok helyen az utamat, a kereszténységen belül, ott be kell valljam, hogy nem nagyon találtam olyan embert, aki valóban úgy éli az életét, amit mond, amit hirdet, amit elvileg tenne. Tehát a szó és a tett olyan különbözőségeket mutatott, hogy nem tudtam abba az irányba fordulni. És hát 30 éves korom környékén egy nepáli bácsinak az egyik tanítására elráncigáltak, és akkor azt éreztem, hogy ő az én mesterem. Tehát nem én találtam meg, hanem ő talált meg engem, és aztán jó pár éven keresztül az ő vezetésével elindultam egy úton. Akkor már sok minden olyan készséget éreztem magamba, elsősorban olyan segíteni vágyást, tenni akarást, a mások segítési vágyát, amit szerettem volna valamilyen formában megélni, de nem volt hozzá eszközöm. És hát azon kívül, hogy mindenki hozzám hordta a szennyesét, és én egy titokgazdaként ott gyűjtöttem magamba ezeket, a más lehetőségem nem volt. És hát ebbe a közösségbe, ami egy buddhista közösség, itt találtam meg azokat az embereket, akik azt kell mondjam, hogy oda mertem tenni magamat, és tudtam, hogy tisztát adnak. Tehát, hogy nem próbálnak befolyásolni, nem próbálnak uralni, nem próbálnak kötni. Valóban olyan tiszta tanításokat kaptam, ami mentén el tudtam indítani az utamat, és hát mondjuk a buddhizmuson belül egy 2500 éves hagyományvonal van, tehát nem tegnap kezdték el, és nem rajtam állítgatják a pótmétereket, hogy vajon hogy is reagálok, nem olyan, mint egy ilyen gyógyszerkísérlet, hogy vajon élve megúszta a beteg. És hát ma már látom azokat az analógiákat, tehát a kereszténységen belül nyilván ugyanígy meg lehet találni azt a misztikus utat, vagy a többi valláson belül van ugyanúgy ennek a tiszta vonalat, csak azt én nem volt kellő rálátásom ezekre. És azon keresztül, ott, hogy megismertem ezeket az embereket, különböző ilyen gyógyító energetikai rendszereket ismertem meg, amit én elkezdtem tanulni, Pránanadi, Ultranadi, Narayana. Aztán elkezdtem foglalkozni metafizikával, hogy ott nagyon sok ilyen misztikus fél, ilyen ködös dolgokat sikerült leleplezni, vagy így felnyílik az ember számára, amit mi az, hogy csakra, meg ilyen furcsa szavak, amiket hülyébb könyvek így úgy amúgy próbálnak meghatározni. És aztán hát ezen az úton elindulva egyszer a mesteremnél találtam egy nagyon kicsike, ma valószínűleg észre se venném azt a hangtálat, amit akkor a kezembe vettem, de akkor engem az 2-3 órára kivonta teljesen abból a térből, és nem lehetett gyakorlatilag mit kezdeni velem. És hát onnan indult el az a fajta elköteleződés, amiben a mai napig benne vagyok. Ez 13-14 éve történt. Érdekes volt az, hogy több olyan szót mondtál, ami mind arra garancia, amitől a legtöbben félni szoktak. Nem akarnak vallásosak lenni, nem akarnak hinni, nem akarnak misztikusokat ismerni, nem akarnak ismertlen területekre lépni, miközben te mondod, hogy a tisztát kaptad a tiszta forrásból, és olyan emberektől, akik élték és élik is azt,
amiről beszélnek, amit tanítanak, vagy amiben belehívnak, és azt mondtad még, hogy senki sem akart befolyásolni. Ugye ezek a nagy félelmek akkor, amikor erről a területről valamilyen módon beszélünk, így kerülünk oda is, hogy amikor a lélek létezéséről beszélünk, akkor az egy hit kérdése mára, amit azért lehet elutasítani, mert a hit utcájába szűkült, és nem tudunk róla máshogy gondolkodni. Tehát azért volt nagyon fontos mindazt, amit mondtál, mert annyira kifejezted azt, hogy nem befolyás, nem elvárás, nem valami olyan hatás, ami alól nem tudtál szabadulni, nem egy olyan hit, ami hirtelen eldobatott veled mindent, indított el errefele, mert innentől kezdve, amit mondasz, az nyilvánvaló egy kívülálló máshogy hallgatja meg. Igen. Hihetetlen sok kérdésed volt, úgyhogy én most, ami megmaradt bennem, arra próbálok válaszolni. Tehát ha engem bárki megpróbált volna korlátok közé szorítani, abban a pillanatban törtem volna ki abból, és azt gondolom, az emberek jelentős része ezzel így van. Érdemes látni, hogy gyakorlatilag az a társadalom, ami most fungál, tehát most létezik, gyakorlatilag olyan módon ráerősít a személyiség fejlesztésre, az egyénre, hogy mindenkivel elhiteti, hogy ő egy önálló lény. Mindenkitől független önálló lény. Ami persze így is van, és a fejlődésnek egy bizonyos szakaszában ez hihetetlen fontos, az önazonosságnak a biztossága. Tehát, hogy egyszerűen a létezés. Arról, igen. Hiszen arról van szó, hogy a lélek, amikor megérkezik ide a fizikai térbe, ő létrehoz egy eszközt, és annak az eszköznek, az emberi testnek, a személyiségnek van egy fejlődési folyamata, amin keresztül ő saját magát felépíti ahhoz, hogy utána azt a feladatot képes legyen végigvinni, ami az ő dolga a világban. Ilyen szempontból mindannyian egy ilyen specialisták vagyunk, annak a léleknek a speciális küldöttei, aki létrehozza ezt a fizikai formát, aki vagyunk. Ugye csak én vagyok képes arra, hogy azt a feladatot végigvigyem, ami fejlődési folyamatot annak a léleknek, aki engem létrehozott, meg kell élnie. Ezen a tapasztalási úton, hála jó Istennek, neked nem ugyanaz a batyud, mint én nekem, és senkinek nem az. És ilyen formán a személyiség felépítésében, ugye amikor megérkezik ide a lélek, ugye a születés utáni állapotban, az első 7 éves ciklusok vannak. Az első 7 évben mondjuk az a folyamat lényege, hogy megérkezzen ide a lélek a fizikai testbe, az itt és mostba, az anyagba, és azzal a térrel tudjon kapcsolódni, és egy stabil tere legyen. Nyilván ebben közrejátszik a család, ebben közrejátszik az, hogy a homokozóban játszon, hogy az anyaggal való kapcsolódásban milyen szerepet tölt be. A következő 7 év az elsősorban az érzelmi térnek a fejlődése, ugye, aminek két jelentős funkciója van. Az egyik az, hogy a mentális és a fizikai test közötti kapcsolódást létrehozza, tehát A-ból B-be információt tudjon közlekedni. A másik az, hogy az 5 alapérzelem keresztül egy tapasztalási utat jár be, tehát a félelem, a harag, a szomorúság, az öröm és az együttérzés, mint alapérzelmek, ezen keresztül egy tapasztalási utat jár be, és egy fejlődési utat is, és aztán a 3. 7 év az a mentálisnak a fejlődése, ugye ahol a fizikai agy és az elme, ami nem egy fizikailag megfogható valami, annak a kettőse az egy önálló teret létrehozva egy nagyon struktúrált, nagyon árnyalt, nagyon művelt eszközt kell teremtenie, hogy a környezetből érkező impulzusokat képes legyen befogadni, és aztán utána azt helyesen értelmezve jól tudjon cselekedni. Na most ennek a 3-asnak, amíg nem áll föl, addig tényleg csak a anyagcsere folyamatai menedzselése az elsődleges feladata. És aztán amikor ebből túljut a személyiség, akkor egy belső integrációs folyamat mentén egyszerűen át kell adja a magasabb irányításának a lehetőséget. Na most itt akad el az emberiség jelentős része, mert hogy egész életemben azon dolgoztam, hogy én önálló vagyok, önmagamat eltartom, én szuverén vagyok mindenkitől, és független, és föladjam magamat, és egy felsőbb irányítás irányítsam. És akkor azt mondja, hogy nem.
És itt van egy nagyon erős küzdelem. Tehát az egónak a feladása egy magasabb rendű folyamat érdekében. És gyakorlatilag, amíg ez a hármasság nem áll föl, erre nem is képes az ember, hogy önmaga magasabb szintű irányítottságával kapcsolatot teremtsen. És a mai világ ezt használja ki, hogy gyakorlatilag függő helyzetben tartja az embereket, tehát vagy érzelmileg, vagy mentálisan, vagy fizikailag polarizált valaki, és nem engedi, hogy ez a hármasság egy egységgé fölálljon. Ha ameddig nem áll föl ez a hármasság, addig ő függ. Most, hogy ez egy ellátórendszer, egy iskolarendszer, egy politikai rendszer, egy vallás, egy bármi, végül is talán mindegy, hogy minek nevezzük, de hogy a lényege az az, hogy azt súlykolják az emberekbe, hogy ebbe a függő helyzetben maradjanak be, ő különálló lény, nem osztódik meg, nem fordul oda segítőkészen, és nem, igazándiból nem teszi egy magasabb szinten a dolgát. És amíg az emberiség nem ismeri föl, és itt az első kérdésednek a felvezetésére utalnék vissza, hogy az emberiségnek van egy közös vállalása, és hát nyilván ezen belül az egyénnek is, mint az egésznek a része. Hogy mindazt, amit mi hordozunk, mindaz, ami a mi lehetőségünk, férfiként vagy nőként, azt ne csak önmagunk számára használjuk, ne csak az önmagunk boldogulására, hanem minden egyes tettünknél, minden egyes gondolatunknál, minden cselekedetünknél tegyük fel magunknak a kérdést, hogy ez csak az én érdekemet szolgálja, vagy szolgálja az egészt is. Tehát itt most egy családról is lehet szó, egy barátról is lehet szó, vagy egy nagyobb értelembe vett közösségről is. Mindösszesen ennek az értése rögtön kiemelne bennünket abból az elgondolásból, hogy mindösszesen egy porszemnyi erőnk van. Érdekes módon az első beszélgetésünkkor találtunk egy olyan könyvet, amit mind a ketten olvastunk, és mind a ketten úgy gondoltuk, hogy igazi nagy hatással volt ránk, miközben az a könyv úgy íródott, hogy egy teljesen amatőr ember kezében volt a toll, és a könyv úgy kezdődik, hogy nem vagyok író, és igaziból nem is én lennék hivatott arra, hogy ezt közre adjam. Ez a Vidd hírét az igazaknak című könyv, amit egy doktornő jegyzett le végül is. És megkérdeztem, hogy rád mi hatott a leginkább a könyvből, és én is elmondtam, hogy rám mi hatott. Rám feltétlenül az hatott nagyon, hogy megértettem abból a könyvből, hogyha 1980-valahányban, tehát egészen a mostani korhoz közel valaki találkozott még egy olyan népcsoporttal, ugye az ausztrál őslakosokkal, akik tudnak telepatikus módon kommunikálni, és ebbe 3 hónap alatt bele tudnak vinni egy olyan embert, akinek elgondolása nem volt arra, hogy ilyesmire képes, akkor az én számomra azt jelenti, hogy minden ilyen képességgel rendelkezem én magam is, ma is. Hiába nem használom, hiába felejtettem el. És akkor eszembe jutott az, hogy valószínűleg felmérhetetlen az a fajta potenciál, az a mérhetetlen nagyság, amit a feledésbe küldtünk. A saját tudóságunk, a saját igaziságunk, ami ugye felette van a személyiségnek. És nagyon érdekes volt, hogy ahogy a te szavaiddal összecsengett mindaz, hogy ami bennem ezügyben megfogalmazott, az valahogy benned is rezget. És hogyha kérhetem, akkor hogy mehetnénk-e most egy picit ennek a gondolatnak a mentén, hogy mindaz, amit hátrahagyunk, vajon hova lett? Hol van az, hogy hívható elő, hova lettek az emlékek önmagunkról, a nagyságunkról, a tudóságunkról, az egységhez való tartozásról? Rögtön 2 vetületét látom ennek. Az egyiket, van ennek egy fizikai része, és van ennek egy, mondjuk az, hogy szellemi vagy tudati része. Van egy nagyon fantasztikus ember, egy japán tudós, Sensei Shigeru Uemura, úgy hívják a bácsit, viszonylag gyakran jár Magyarországra, és nem olyan rég mondta, hogy hát mindenféle dolgokat képzelünk a fizikai testünkről, de hogy azt lássuk, hogy 3 milliárd 600 millió évnek a teljes tudása és tapasztalása jelen van minden egyes sejtünkben. Tehát
az, amit ma fizikai testként látunk, és embernek látunk, az nem az embernek az evolúciós folyamatának a következménye, hanem a Föld nevű intelligenciának, a fejlődési folyamatának, a teljes folyamatának, tehát 3 milliárd 600 millió évnek az evolúciós csúcsterméke. Tehát minden ott van bennünk, és mindenre képesek is vagyunk, amit ez hordoz. A másik, amire inkább utaltál, az az, hogy azzal azonosítjuk magunkat, ezzel a húsvér valósággal vagyunk kéz, vagyunk láb, vagyunk törzs, fej, és valamilyen módon, valamilyen képességek mentén éljük az életünket. És a környezetünk gyakorlatilag azt súlykolja, hogy ennyi vagyunk. Gyakorlatilag ennyire vagyunk képesek, és ha nagyon komoly, sok akaratod van és erőd, akkor még mikre vagy képes. Na most, ez azt kell mondjam, ennek a legprimitívebb alsó szintje, amit megélhet ma az emberiség, és gyakorlatilag, hát nem véletlenül, hogy ebben vagyunk benne. Ebben vagyunk benne. Most olyanokat fogok mondani, ami nyilván sokaknál kiüti a biztosítékot, tehát az emberiség egy bizonyos ponton elbukott. Gyakorlatilag, és az emberiség bukásánál, ugye a bukást magát az okozta, hogy elbukott az anyagban, az anyaggal való munkálkodásban, felismerték, hogy az anyag hordozza a teremtés lehetőségét, és ezzel visszaélve olyan folyamatokat indítottak el, ami hát egyrészt azt a környezetet rombolta, amiben benne vannak, de a szellemi térből mindaddig ebbe a folyamatban nem szólhattak bele, amíg az őt befogadó, tehát, hogy ezt a befogadó teret nem veszélyeztették. És amikor ez megtörtént, akkor bizonyos folyamatokat egyirányosítottak. Tehát például az embernek, a léleknek, aki fizikai formában emberként megnyilvánul, és azt kell mondjam, hogy majdnem isteni társteremtői státuszban volt jelen a Földön. Tehát valóban az a dolga, hogy a teremtő helytartójaként, ez egy rossz szó, meg nyilván van pejoratív értelme, de jelen legyen, és az alkotás teremtés folyamatában részt vegyen, ez vissza le lett csökkentve ennek a lehetősége, és egyirányúvá vált ez az információ áramlás, tehát az eredő minden tudásához való hozzáférésnek a lehetősége lezárult, és ezzel elindult egy torzulási folyamat is, tehát nyilván egy energetikai áramlási kör lezárult, és ez befolyásolta a Földnek a légkörét is, és az a bizonyos paradicsomi állapot, ugye a kereszténység ezt egy Ádám Éva történetén keresztül mutatja meg, ahol a szellem az anyagban bukik el, tehát a férfi minőség a női minőségben bukik el, tehát gyakorlatilag ugyanez a történet, csak egy kicsit mondjuk érzékelhetőbb, vizuálisan jobban megfogható valamiként jelenik meg. Gyakorlatilag ebből a paradicsomai állapotból kiragadva a környezet is úgy elkezdett deformálódni, és olyan módon szélsőségessé válni, hogy a fizikai térrel szemben is kitetté vált az ember. És elkezdődött ez egy lehatárolódási folyamat, ahol a szellemi térről is és a fizikai térről is lehatárolta magát, és önmagába behúzódva elkezdett létezni. Na most ezt hát láthatjuk, hogy az eredő minden tudáshoz való hozzáféréshez képest az a, mondjuk az, hogy lineális tudás, amit az ember megszületik, és utána a tapasztalási úton keresztül megszerez, ahhoz hihetetlen, nem, egyszerűen nem átlátható különbség van. Hogyha egy-egy embernek az életét és a lehetőségeit nézzük, ugye ha azt elfogadjuk, nyilván ez nem mindenki számára elfogadható, hogy lélek vagyok, akkor azt is érdemes látni, hogy az eredőrend terében vagyok. És amikor megérkezem a fizikai térben tapasztalni, akkor nem egy, nem száz, nem ezer életen keresztül tapasztalok, és ha csak a saját tudás eredőségemhez hozzáférek, akkor gyakorlatilag a mostani állapothoz képest a végtelen tudás nyílik meg. Tehát ilyen formán azt kell mondjam, hogy minden ember valami olyan eredő, tiszta és már-már végtelen tudást hordoz magába, hogy nagyon érdemes azt a bizonyos spirituális utat végigjárni, ami mentén újabb és újabb felismerésekre jut az ember, még nem, hát ugye a buddhizmus ezt megvilágosodásnak hívja. A Buddha szó maga az a felébredettet jelenti, tehát ez annyit jelent, hogy felébredt abból az állapotból, amiben van, ez mindannyiunknak nagyon jót tenne, és egyszerűen elkezdi érzékelni a világ... Egyszer, mint a tévedésből, nem?
Hát igen, abból a legkorlátozott, szűk látásmódból, amiben ma éljük az életünket, és kinyílik egy sokkal magasabb szintű létezésnek a lehetősége. Nyilván ennek nagyon-nagyon sok síkja van, nagyon sok, és ez nem azt jelenti, hogy nem vagyunk ezzel kapcsolatban. Tehát napi szinten nyilvánvalóan ott van a kapcsolatunk. Ezt ma intuíciónak vagy sugallatnak szoktuk hívni, amikor a lélek egy kicsi rést talál a pajzson, ahol védekezünk, és valami kicsi impulzust képes beadni az embereknek, hogy valamilyen irányultságba mozduljanak el. Ennek nagyon-nagyon sok formája van, ez ugye mivel az ember alapvetően a krízisek mentén képes fejlődni, ezért hát maga a lélek hoz létre olyan krízis helyzeteket, amiből az adott személyiség, az adott ember képes előrelépni és fejlődni, és hát attól függően, hogy melyik síkon képes a legtisztábban vagy leghatékonyabban azt a fejlődést szolgálni, legyen ez ugye egy mentális, egy érzelmi vagy egy fizikai krízis, egy munkahelyi krízis, egy párkapcsolati krízis, vagy akár valamilyen betegség, amivel a fizikai test megállítja, és azt mondja, hogy figyelj oda. Ha kell, akkor mind a három síkon egyszerre, tehát olyan erős sokkot okoz, amivel egyszerűen nem tudja megtenni az ember, hogy ne vegye figyelembe azt, hogy őt most valami megállította. Igen, csak hát nem úgy értelmezzük, és nem tudjuk, hogy mi ennek az igazi üzenete, hiszen hogyha az alaptételt nem fogadjuk el, és nem ismerjük már, vagy magunk mögött hagytuk, akkor nyilván az üzenet értelmetlen ilyen formában, és azt gondoljuk, hogy a sors szörnyű, hogy az Isten elhagyott bennünket, hogy az Isten megenged olyan dolgokat megtörténni velünk kapcsolatban, amire sosem számítottunk volna, és egyszerűen elkezdjük az egészet valami olyan fajta másik értelmezési rendbe összerakni, ami meg is áll a lábán, és egyszerűen úgy néz ki, mintha valójában ilyen lenne, valójában az Isten kegyetlen lenne, a sors rettenetes és megváltoztathatatlan, megfordíthatatlan, a létezőségünk értelmetlen, az erőnk az gyakorlatilag semmiség lenne, és egyszerűen benne vagyunk egy teljes, totális keretben, ami egyfolytában azt mutatja nekünk, hogy ennyi van, és nincs tovább. Igen, hát filozófusok több száz éve dolgoznak azon, hogy ez a hitrendszerünk legyen, azt kell mondjam. És hát nem csak ők. Tehát egyszerűen nem ilyen összeesküvős elméletet szeretnék szőni. De gyakorlatilag hát ez az érdeke ennek a mai világunknak. Ez a fajta igazolás folyik, és erről a dologról beszélünk majd még tovább a második órában. Tele vagyunk kérdéssel, tele vagyunk érdeklődéssel egymás iránt, és azért, hogy megosztható legyen valamennyünk számára. Vágyik rá? Velem megtalálja. Az elengedhetetlen, a nélkülözhetetlen, a vágyott közelség. Katona Klárival. És Halmai Lászlóval. Hol nyílik a hangkapu, és mitől? Erre nincsen kész válaszom, de még kicsit ilyen furcsát fogok mondani. A szellemi térből egy egész kicsi segítséget kaptam ahhoz, amikor szerettem volna elindulni. És akkor azt mondták, hogy üljél le, és meditálj rá arra a szóra, hogy hang. Ez mit jelent? Annak a játékossága, annak a jelentése, elsődleges ilyen profán jelentése, amit a fizika mond róla, ami a rezgés, rezonancia, vibráció, és hogy kezdj el játszani vele, és hogy mivel akkor már 4-5 éve foglalkoztam a hangtálakkal, ezért nem egy ilyen elsődleges, ilyen könnyen értelmezhető nevet szerettem volna. Először is azt mondták, hogy nem a te neved az, amelyik ezt jelöli, hogy mi is az, amit itt csinálsz.
Ez mit jelent? Tehát, hogy nem a Halmai László az, aki... Mert ja, akkor értem. Éppen uh-huh. azt gondolom, hogy egy olyan tudás volt már a birtokomban, amit azt éreztem, hogy nem őrizhetek meg. Tehát egyszerűen tovább kell, hogy adjam. Valamilyen formát uh-huh. kellett, hogy keressek ennek. És hogy nevezzem el, hogy ez kifejezze azt, ami. És akkor már a hangtálakkal is foglalkoztam, meg egy úgynevezett hangággyal, meg ami még egy nagyon-nagyon erős eszköz, az a gong. És volt egy nagyon erős tapasztalásom erről, hogy mi az, amit tesz. És igazándiból az volt a névadásnak a motivációja, hogy úgy éreztem, hogy van egy átjáró, van egy kapu, ami a fizikai létünk és egy szellemi létünk közötti tér. És a hang, amit hát én a legjobb tudásom szerint igyekszem megmutatni, akár ha valakit kezelek, akár hogyha ezt a tudást valami rendszerezve megpróbálom átadni, hogy ez egy kapu, ez egy átjáró. És hogy abban képes hihetetlen erőteljesen segíteni, hogy az a fizikai test, amiről azt gondoljuk, hogy tudjuk, hogy mi, nagyon kevés fogalmunk van arról, hogy ténylegesen mi is, hogy mi az a szentség, ami a fizikai test, hogy az hogy épül föl, hogy milyen lehetőségei vannak, hogy az nem csak vér, ami az erekben áramlik, nem csak nyirokrendszer, nem csak szív, meg nem csak... Még ezzel is sokan bajlódnak, mert az első hibánál vagy betegségnél érzékelik igazándiból, hogy alkatrészek is vannak a testben. Tehát azt éreztem, hogy egy olyan tiszta és szabad átjárót hoz létre elsődlegesen a fizikai test különböző síkjai szintjei között, és aztán amikor a fizikai test egy bizonyos szint, egy bizonyos feltisztulási folyamaton átjut, akkor pedig egyszerűen azt veszi észre, hogyha ez, mint hogyha ez nem a fizikai testemnek szólt volna. Ez valahol több, meg kevesebb. Valahol egy olyan helyzet, meg egy olyan teret tapasztalok meg, ahol nem a fizikai tapasztalásnak a terében vagyok benne, de nem az álomállapot, hanem egy valamilyen köztes térből ide-oda mozdulok. És végül is azt éreztem, hogy ez egy kapu önmagunk eredősége felé, illetve hát nem csak nekünk kapu a fizikai síkról fölfelé, hanem lefelé is egy óriási segítség arra, hogy végre egy-egy impulzust kapjunk, végre valamilyen segítséget, támaszt kapjon ez a fizikai forma is. Tehát a hangkapu szó az így született. Tulajdonképpen van egy másik elnevezés, ez az angol megfelelőjére szorított, vagy született, ez a sonic gate. És a szónikus hang az egy kicsit más, mint ahogy mi egyszerűen ott a repülőknek a hangsebességből, mikor átlépnek, ott van egy robbanás, ahol tulajdonképpen egy másik tér jön létre. Tehát, hogy ez arra ad lehetőséget, hogy abból a profánból, abból az anyagból át tudjunk lépni, vagy képesek legyünk egy magasabb minőségünk felé tovább lépni. Azt érzem, hogy a hangtál az gyakorlatilag tökéletesen szimbolizálja azt a fajta gondolatmenetet, amiről az elején beszéltünk, hogy az ember nem csak az önmagáért van, és önmagáért él, hanem mások javára, és hogy dolga van, mert hogy nyilvánvaló ebben a rezgésben, és abban, hogy egy másik dimenzióból rá lehet látni az érvényességére mindennek, amit egyébként enélkül, az érzékelés nélkül nem vennénk észre, az szerintem ezt erősíti. És gyakorlatilag te, aki ennek mesterévé váltál, nyilvánvalóan éled ezt, hogy ez mennyire így van, mert ugye nyilván először neked segített abban, hogy felismerj, ránézz, megérts, tud, hogy mi a dolgod, és aztán utána ezt mások javára is tudtad fordítani, mert nyilván a hangtál nem alapvetően a gyógyítás miatt készül. Hát, hogy az én motivációm mi volt, ez az egyik dolog. Ez a bizonyos pár órára, amikor kivont, akkor én azt tapasztaltam meg, hogy egy ilyen nagyon zaklatott állapotban voltam, és hogy az első ütésre így lecsitultam, lenyugodott minden bennem.
És aztán utána a motiváció, ami miatt elkezdtem használni, az az volt, hogy ez a nagyon-nagyon sok gyógyító rendszer, amit tanultam, egy bizonyos ponton olyan szintre jutott, hogy valakinek a csontját meg tudom lágyítani, vagy egy vesekövet, egy epekövet fel tudok oldani, vagy egy daganatos betegséget meg tudok szüntetni. És hát ezeken a pontokon elkezdtem érezni egy olyan felelősséget, amit azt éreztem, hogy ez túlmutat azon, ahol én tartok. Illetve hát az emberek olyan zaklatottan érkeztek meg egy-egy ilyen kezelésre, hogy azt éreztem, hogy valamivel le kéne őket csendesíteni, hogy egyáltalán abba az állapotba jussanak, hogy be tudjanak bármit is fogadni. És először azt gondoltam, hogy ez egy kiegészítő eszköz lesz ahhoz, hogy majd én tudjak dolgozni, és aztán rájöttem, hogy ez nem kiegészítése, hanem ez az eszköz. És azt is megmondom, hogy miért. Nagyon sok elképzelés van arról, hogy mi a gyógyítás. Főleg a mai orvoslás mentén, ugye gyakorlatilag olyan, mint egy autószerelés, tehát hogy van egy villogó lámpa, azt fölmetszik, kidobják, és úgy gondolják, hogy arra nincsen szükség. Persze nyilván van olyan pont, amikor ezekre szükség van, de hogy az emberek bedobják a panadolt, hogy a hülye gyerek is tudjon dobolni a fejük mellett, és a mit tudom, mit. Tehát, hogy egyszerűen el akarják, nem akarnak tudomást venni a problémákról és ezekről a jelzésekről, és hát semmiféleképpen nem akarnak magukkal foglalkozni. Na most ezek a különböző gyógyító technikák képesek meggyógyítani az embert valóban. De egy idő után azt ismertem föl, hogy tulajdonképpen nincsen jogosultságom másnak, hogy úgy mondjam, a karmikus folyamataiba beleszólni, hogyha elfogadom azt, hogy a lélek hozza létre a különböző krízis helyzeteket, így a betegségeket is, akkor ha én elveszem annak a felismerésnek a lehetőségét, akkor belenyúlok másnak a karmájába. Tehát, életfeladat, ugye, hogy biztosan igen, tudjuk... Igen. Tehát ez nem egy sorscsapás, nem egy a lehetetlen megoldás, hanem ez egy olyan, ugye két ilyen nagy útipoggyásztal érkezünk, az a karmánk, sorsunk, vagy életfeladatunk, vagy lehetőségünk, a szebb szóval az élet lehetőségünk, a másik az pedig a szabad akarat. Mindenkinek szabad akaratába van áll, hogy azt az adott életciklust azt kiteljesítse, vagy akár meg is haladja. Tehát, hogy ilyen módon érdemes talán a karmát értelmezni, ez egy óriási lehetőség, hogy a felismerésen és az azon keresztül vezető helyes cselekvésen keresztül feloldjuk ezt a bizonyos karmát, vagy sorsot, életfeladatot. Megoldjuk, és tovább tudjunk ebből lépni. Na most azt láttam, hogy a legnagyobb segítség nem az, amikor valakinek én az epekövét szépen pár hét alatt feloldom, és eltűnik, mert az adott ember nem ismeri föl ennek a jelentését, a küldetését, hogy mi a feladata vele, és adott esetben ugyanazt az epekövet, vesekövet, vagy bármi más újból, mert hogy ugyanabba a térbe, ugyanazok közé, a körülmények közé visszahúzódik, és teljesen természetes, hogy újból megteremti, és mivel annyiból nem tanult, ezért majd nagyobb pofont fog kapni, egy akkora tenyérbe fog belefordulni, ami az új helyzethez illik. Tehát áttétje is lehet, hogy lesz az adott folyamatnak. Tehát nem, hogy segítettem, hanem ártottam neki azzal, hogy elvettem a lehetőségét a felismeréstől. Ami hát annyira furcsán hangzik, ugye első olvasatban, mert azt mondod, hogy a rászorulóhoz fordulj oda, és tegyél meg érte mindent. És ugye pont fordítva kéne értelmezni az egészet. Hát ennek azért már nagyon komoly hagyománya van. A nyugati világban ugye a Rüdiger Dahlke, Thorvald Detlefsen a sors, mint esély, vagy az út a teljességhez, vagy a agresszió, mint esély, vagy nagyon sok olyan könyv van, ami nagyon pontosan megmutatja azt, hogy az egy-egy tünet, egy-egy betegségcsoport, az milyen életfeladatnak a leképezése, vagy van az új germán medicína, hihetetlen, a németek ez egy ilyen gyönyörű Excel táblában látják a világot, és hihetetlen látványosan megmutatják ezt. És milyen megoldást találtál erre a dilemára, amivel összetalálkoztál? Igazándiból ezeket a gyógyító rendszereket én, hát azt kell mondjam, hogy elhagytam. Az utolsó szimbólumokat is elégettem. Tulajdonképpen annak a lehetőségét, hogy bárkinek adjak ilyen gyógyítási lehetőséget, annak a lehetősége fönnáll, hiszen én képes vagyok arra, hogy rajtam keresztül ezek megérkezzenek, ha az adott embernek szüksége van erre. De minden esetben egy magasabb szintre helyezem ennek a lehetőségét,
ahol az ő magasabb szintű irányítottságát kérem meg arra, hogy működjön együtt, és annak megfelelően kapja meg a segítséget, amire ő befogadókész, és amit ő képes meglépni. Ha erőteljesebb segítséget kap, akkor többet árthatok vele, mint amennyit használok. Na most a hangtálak azért fantasztikusak, mert egyrészt nem betegségek gyógyítására találták ki. Tehát, hogy ez egy olyan kultúrkörben, belső ázsiai térségben született meg, egy nagyon-nagyon magas inspirációs folyamat mentén, ahol őket igazándiból szakrális hangkeltő eszközöknek hívják, ilyen a hangtál, a gong, vagy más térségből a didgeridoo, de nevezhetnénk a hárfát is az ő eredő formájában. Tehát vannak olyan eszközök, amiket kifejezetten azzal a céllal hoztak létre, hogy a fizikai testben megnyilvánuló lelket, az embert, az ő fizikai, energetikai, tudati folyamataiban segítse. És itt szeretném hangsúlyozni, hogy az életüket tudatosan élő embereknek a segítsége, és elsősorban azokban a folyamatokban képes segíteni, ahol az elme elérkezett az ő felfogási képességének a határterületéhez. Ugye az elmének nincs tulajdonképpen végtelen a befogadó képessége, de mégis mindig az adott ember tudatossági szintje határozza meg azt, hogy mi az, amit ő képes felismerni vagy befogadni. Na most, mivel az ember alapvetően egy hármasságban létezik, és az ő személyisége is három alap energetikai struktúrából áll, fizikai, érzelmi és a mentális térből, ennek a hármasságnak a különböző síkjai szintjeiben, hogy az előbb beszéltünk különböző determinációkról, tehát kényszerpályákról. Ugye ez egy egyéni sors is lehet karmára, hogy az egyéni karma, vagy ez egy családi karma, egy közösségi karma, egy nemzetkarma, vagy az emberiségnek egy sokkal szélesebben vett karmájáról van szó. Ez egyéntől függően, hogy kinek milyen súllyal jelenik meg az életében. Gyakorlatilag arról van szó, hogy én egy hihetetlen sokszínű folyamat az, amin tanulási, tapasztalási folyamaton keresztül megy az ember, tehát nyilván a saját karmájával is kell dolgozzon, és hozza azokat a karmikus lenyomatokat, amiket a családi sorsszerűségeket vagy determinációkat, amik tartalmaznak. Na most ebben a kultúrában, ugye ez elsősorban a Tibetbe helyezik ezeket, ennek a keletkezését. Nem a buddhizmus az, amiben ez született, hanem előtte volt egy másik vallás, amit bőnnek hívnak. Ők 16 ezer évre vezetik vissza magukat, és a mágia praktikának egy olyan magas szintjét voltak képesek művelni, ami a mai ember számára szinte felfoghatatlan, és az ő felismerésük az, hogy a hang, a rezgés, a rezonancia az hatással van, és nagyon-nagyon magas szinten van hatással mindenre. Ők azt felismerték, hogy mi magunk is ilyenek vagyunk, ugye a fizikai test is egy rezonátor. Ha azt alapszinten látjuk, hogy mondjuk a test hogy épül föl, abban van egy atomokból épül föl. Az atom az úgy épül, hogy van egy atommag, és körülötte kering egy energia. És ugye a metafizika mondja, hogyha ezt az atommagot egy pingponglabdányira fölnagyítanánk, akkor a mellette, vagy a körülötte keringő energia az 36 kilométerre keringene. Tehát tulajdonképpen a mi fizikai testünk az egy nagy tér, egy végtelen tér, és az anyag maga is ilyen, és minden egyes ilyen energia, ami kering a atommag körül, az tulajdonképpen az ő anyagszerűsége, annak függvénye, hogy milyen perdülettel fordul az atommag körül. Tehát az, hogy mi májnak, szívnek, epének, vesének, körömnek, vagy bármi másnak érzékeljük a valaminket, az az adott atomi struktúrának a perdület számán múlik, ami a hang. Tehát az a rezonancia, a rezgés, a hang. Tehát felismerték, hogy ezek a rezgések az emberre mennyire közvetlenül, mennyire tisztán hatnak, és nyilván ennek van egy fizikai része, azaz, hogy a hallójárat, hallóideg és az agykérgi területeken keresztül közvetlenül fizikai, fiziológiai folyamatokat képes elindítani a testben. De más síkon a hang az nem más, mint energia. És az ember, ha valamennyire is tisztában vagyunk az energetikai struktúrával,
akkor az étertestünkön keresztül vagyunk képesek a külső környezeti térből érkező energiákat befogadni, és az egyes erőközpontok, amit mások csakrának neveznek, azon keresztül különböző minőségű energiákat képes befogadni. Tehát ez egyes erőközpontok különböző helyre különböző minőségű rezonanciát, energiát hívnak be, és utána azok különböző mirigyekkel vannak kapcsolatban, belső elválasztású mirigyekkel, és ez gyakorlatilag a teljes fizikai testnek az irányítását végzik. Most a hatásmechanizmusáról is mesélhetnék, de nem tudom mennyire érdekes, de hogy az ebben a kultúrában felismerték, hogy az elme befogadó képessége, illetve a határterülete meghatározza, hogy milyen szinten képes önmagával foglalkozni, és a céljuk az volt, hogy minél hamarabb feltisztítani ezt a fizikai testet az akadályoktól, ahhoz, hogy a legmagasabb szintű formáját képes legyen az ember művelni. Szerintem minden kereső emberben felmerül az, főleg, hogyha már talált is valamit, hogyha érzékelt valami olyasmit, amit korábban nem, hogyha rájön arra, hogy amit átlátott, azt mérhetetlenül jó lenne megosztani, hogy hogyan tegye ezt. Hogy vajon az elutasítás, vagy az a fajta környezet, amiben élünk, erősebb lesz-e annál az alap tiszta szándéknál, hogy az a természetes, hogy mások is tudjanak róla. Itt ugye az adásban többször volt arról szó, hogy én azt mondtam, hogy ha bizonyos dolgokat tudnánk, hogy mit teszünk, akkor soha nem hibáznánk, és soha nem tennénk más ellenében. És ez a igazi földi körülmények között mindösszesen lehet az, hogy nem vagyunk tisztában a joggal, nem tudjuk, mi az a jog, nem tudjuk, mi a kötelesség, nem tudjuk, mi a vállalás, nem tudjuk, mi az, hogy felelősségvállalás, mi az, hogy alázat. De hogyha tovább megyek, hogy mi mindent tudnál te mondani azzal kapcsolatban, hogy ha csak annyit tudnának, hogy nyilván egészen más lenne az élet. Ki osztja meg? Hogyan osztja meg? Hogy létezik, hogy ez a rengeteg próbálkozás ilyen meglehetősen kicsi eredménnyel jár. Mert ugyan rajta vagyunk egy úton, de nagyon lassú az egész folyamat, pedig igaziból meg kellene emelni a létnek a megélhető szintjét. Nagyon-nagyon sóhajtottál. Mert elindultál egy kérdéssel, és arra nagyon jó válaszaim születtek, aztán átkanyarodtál másfelé, és teljesen új kunkor keveredett a kérdésben. Mert ugye a kunkorral együtt igaz. Igen. Tehát az elejéről kezdeném. Amikor az embernek különböző felismerései vannak, én a saját életemet, ahogy éltem, volt olyan, hogy elkezdtem olvasni egy könyvet, és még a felénél se tartottam, már azt éreztem, hogy ezt ő neki oda kell adjam mindenféleképpen. És volt olyan, hogy egy könyvet én nem olvastam el, de már három helyre odaadtam. Tehát ez még csak a felismerés. Aztán később, hát azt kell mondjam, hogy a sors kegyeltje, vagy kegye folytán, hosszú éveken keresztül a szellemi térből nagyon-nagyon komoly tanításokat kaptam. És aztán ott is volt bennem egy vágy, hogy ezeket megosszam. És egyszer azt mondták, hogy ez így nem működik. Ez jó, ha tudod, a felismerés az még nem tudás. A tudás az még nem bölcsesség. A felismerés, amikor megérlelődik, és önmagad tüzében nyilván azoknak a mindenféle jó-rossz gondolatok mentén megérlelődik, leül, bizonyossággá és bizonyossággá, akkor válik tudássá. De a tudás az még semmi. Tehát a tudás az még nem bölcsesség, és nagyon sok olyan embert lehet látni, nagy professzorok, és lehet látni, hogy ez csak tud, de nincs jelen a bölcsesség. Mert a bölcsesség az a tudás, ami a szeretetben megszentelődik, és ami már nem öncélú van használva. Tehát türelemre intem mindazokat, akik a felismerésig eljutottak már, és hihetetlen fontos lépcsője ennek az útnak. És aztán a következő, ami eszembe jutott, az, hogy a legnagyobb tanítás az a személyes
életünk. Ami úgy tűnik, hogy ez egy lassú, lassú folyamat, hogy az nem egy hatékony módszer, de próbáljuk meg azt az életünkben élni, hogy azt mondjuk, amit gondolunk, és úgy nézzünk ki, amik vagyunk. És hát az elején ez nagyon sok konfliktus fog járni, és talán elsőre unalmasnak tűnik. De konfliktusba kerülni újra és újra. De hogy hát egy idő után talán felismeri az ember, hogy nincs elég ideje ahhoz, hogy ezeket a szerepjátékokat végigjátsza. Tehát, hogy nagyon érdemes ezekbe a folyamatokba ilyen módon belemenni, akár párkapcsolatból van szó, akár munkahelyről, nem érdemes más csinálni, mint amik vagyunk. Tehát, hogy nagyon sokan például, akik alapvetően egy ilyen érzelmi polarizáltságú emberek, tehát ilyen beállítottságú és mindannyian valamilyen polarizáltságúak vagyunk, nagyon sokan észreveszik, hogy kitetté válnak azáltal, hogy ők az érzelmeiken keresztül tapasztalják a világot. Ez nem jó, nem rossz, egy tapasztalási út, de a mostani világban ez egy kiszolgáltatottsággal jár. Na most ők elkezdenek a mentálisra gyúrni, és habár ők alapvetően érzelmi beállítottságok, mégis olyan úgy kifejlesztik a mentálisukat, hogy elbillenek abba az irányba. Na most ez olyan belső konfliktusokat generál, ami gyakorlatilag egy ilyen skizofrén helyzettél vál. Hogyha hozzáveszed ehhez azt, hogy iszonyatos elvárásokkal él a környezet, és nagyon-nagyon erőteljesen megítélnek mindenkit, aki valamilyen utcába nem tagosítható be, és nem lehet azt mondani, hogy ő ide tartozik, ő ilyen, olyan, amolyan. Hát az, hogy ebben a műsor folyamban alkalmunk volt itt Mohácsi Miklóssal, a hangmérnökkel végighallgatni egy olyan gyermekjogászt, akivel ugye felvetettük azt, hogy a gyerekek mondjuk úgy kerülnek pszichológiai tanácsadásra már 4-5-6 éves korukba, hogy nem tudják sem a szülők, sem ők, hogy valójában mi a célja azoknak a kérdéseknek, amit feltesznek nekik, nem is tudják, hogy kihez mennek, nem is tudják, hogy kötelező nekik, csak az irányítás egyfolytában úgy folyik, hogy valami olyasmit lenyesegessenek róluk, ami lehet, hogy a legnagyobb csodájuk lenne. De elindul egy olyan befolyásoltság, ami után persze, hogy meglibbennek emberek, akikről kijelentik egy munkahelyen, egy felvétel kapcsán, hogy nem szociálisan érzékeny, vagy nem ilyen, vagy nem olyan, és elkezdi magát megpróbálni behelyezni, vagy valami olyasmivá tenni, ami elfogadhatóvá teszi őt. Tehát ennek rengeteg napi történése van, ami miatt erre felemegyünk. Tehát a maga az, hogy én elkezdjek olyanná válni, amilyen én vagyok, annak egyrészt nagyon nagy tétje van egy csomó helyzetben, másrészt pedig azt tapasztalják pici gyerekkorban is, és felnőttkorban is, hogy nem engedheti meg magának rengeteg helyzetben. Hát egyrészt igen, másrészt nem. Saját példámat De a saját példámat én is tudnám mondani, hogy ez nem így van, de mégis a többségre ez sajnos ítéletként vetül. Én azt olyan példát szeretnék hozni, hogy egyrészt persze így van, és hogy egy közösséghez szeretnénk tartozni, és az emberben van egy vágy, hogy alkalmazkodjon ehhez a közösséghez. Amikor a hangtálakat elkezdtem, hangtálak kezelését tanulni, akkor egy úgynevezett Peter Hess-féle rendszert tanultam, és nagyon hamar rájöttem, hogy lebutították a rendszert egy wellness-fitness kezelésre. Holott magukban, az eszközökben sokkal több van. Azért, mert én az energetikai rendszerek felől jöttem, felismertem, hogy energetikailag hogy működnek, és mire hatnak, és milyen módon. És a közlési vágy nagyon nagy volt bennem, ahogy ez, és a záró tanfolyamon én elmondtam, hogy hát kérdezték, hogy miért úgy használom a tálat, mert máshogy használtam, mint ahogy tanultuk. És mondtam, hogy azért, mert szerintem így működik a tál, és így kell használni. És akkor azt mondták, hogy hát ez lehet, hogy így van, de ez nem a Peterhez féle rendszer, ez a te rendszered. Én ebbe akkor majdnem belehaltam, mert gyakorlatilag még el sem végeztem, már kitaszított magából egy struktúra, egy rend. Mondhatnám azt, hogy hihetetlen mérges vagyok rájuk, azt kell mondjam, hihetetlen hálás vagyok. Végtelen, végtelen jót tettek velem, hogy lelöktek magukról, mert ha bár az egy nagyon komoly krízishelyzet volt, és tényleg majdnem belehaltam, de
ennek mentén nyílt ki számomra az, hogy egy önálló rendszert létrehozni, és azt gondolom, azokkal az értékekkel és minőségekkel, ami az eredő szándékhoz sokkal közelebb áll. Megszólaltak meg őket? Ugye nagyon-nagyon sokféle hangon képesek megszólalni, és meg is szólaltatom, de... Ezeknek a célja az, hogy a test, a fizikai test és annak az energetikai rendszerét különböző síkokon képes legyen megszólítani. Nem tudom, hogy közben bármit is mondjak. Rezonancia. Csodálatos azt látni és tudni, hogy vannak ezek az eszközök, akik, mert ugye őknek hívod őket, és most én is azt mondom, hogy akik. Igen, most is kimondtad, hogy ők ilyenek, és ők olyanok. Nem azt mondod, nem tárgyként beszélsz róluk, ami ezért nagyon-nagyon figyelemre méltó. Szóval, hogy vannak ezek az eszközök, amelyek képesek valakit megsegíteni egy olyan fajta megtapasztalásban, egy olyan átélhető valóságban, ami van és létezik, ami valamennyiünk számára van. Teljesen mindegy, hogy hol, mikor, milyen mértékben zárkoztunk el ettől, zártuk el saját magunkat. De hogy van előre, azt nagyon kell tudnunk. És arról te szerintem nagyon sokat tudsz, hogy igenis van előre. Megtisztelő a bizalmad. Most ezt az eszközökön keresztül próbálnám akkor így azt megmutatni. Köszönöm. Tehát... ezek az eszközök abban képesek nagyon hatékonyan segíteni, hogy ebben a szétzilálódott valóságunkban egyfajta kiegyenlítődés, egy olyan folyamat induljon el, ami először is az egyes erőterek, ezt most itt a fizikai, érzelmi, mentális erőtérre gondolok, amit ugyan nem szoktak komolyan venni, de ez valóság. Akkor is van, igen. Tehát, hogy először is harmonizálni a különböző elakadási... Éppen ezt akartam kérdezni, hogy a harmonizálás az egy jó szó ide? Én szerintem igen, ez egy nagyon szép szó. Tehát az, hogy a hiányokat, töbleteket kiegyenlíti és harmonizálja, az egyes erőstruktúráknak a önmagában stabillá válását segíti, majd az átjárhatóságát az egyes erőterek között, és aztán utána egy egység felé való elmozdításban segít. Ez így nagyon ilyen blikfangosan hangzik, ha még azzal megfejelném, hogy ugye a mi energetikai struktúránk egy nagyon, nagyon csúnyán fogalmazva egy holografikus fraktálmátrix, és abban pedig transformációs kódelosztó központok vannak. Tehát az, hogy a csakra rendszerre és ezeket összekötő különböző energetikai struktúrák, és hát van a fizikailag érzékelhető, felfogható testünk, az ezek közötti kapcsolódást, kiegyenlítődést és a harmóniát képes létrehozni. Az első sík mindig az, hogy a fizikai testet elkezdjük megszólítani és ezt feltisztítani. Akár egy helyes étkezéssel, akár egy helyes életmóddal, a test tiszteletben tartásával, és aztán utána egy másik sík az, amikor nem elnyomni kell mondjuk az érzéseket, érzelmeket, hanem megélni és uralni, a gondolatainkat is uralni kell elsősorban. Ezek az eszközök abban segítenek, hogy ennek a belső harmóniája is egységtere képes legyen létrejönni. Először egy fizikai szintű egységnek a megtapasztalásához segítenek, utána pedig egy magasabb szintű egység felismeréséhez. Az a fantasztikus ezekben az eszközökben, hogy a kezelt és a kezelő egy nyertes-nyertes helyzetbe tud lenni, tehát hogy gyakorlatilag nem lehet ártani velük, ez nagyon kevés eszközről mondható el,
hangtárak, hála jó Istennek ilyenek, és hogyha egy olyan ember keze működteti, vagy egy olyan tudatossággal működteti valaki, hogy tényleg egy megfelelő alázattal indít el folyamatokat, akkor a legnagyobb áldás lehet, amit segíthet az adott embernek. Konkrétan az, hogy ugye annál magasabb szintű gyógyítás, mintsem, hogy az adott embert hozzásegíteni ahhoz, hogy ő felismerje, hogy ki valójában, tehát mi az ő eredő valósága, nincs. Mert abban a térben, az egység terében nincs betegség például. De ez az igazi tudás megosztás, nem? Igazán, igen. Azt kell mondjam, hogy a kezelő ebben az esetben. Mert valakinek tanítani eszköz. Bármit, nem, semmi más nem tudunk, csak azt felismertetni a saját valóságát, nem? Igen, igen. Mondják, hogy ennél magasabb rendű és szintű gyógyítói folyamat nincsen. Persze nyilván, aki benne bukdácsol egy valamilyen betegségben, ezt lehet, hogy máshogy érzékeli, de az a nagyon-nagyon jó, hogy erre többfajta olyan eszköz is van, ahol az ember a saját maga tudatos cselekvésén keresztül rátalálhat arra az eszközre, akár belső, akár külső eszköz, ami ehhez a teljességhez vagy egységnek a megtapasztalásához elvezeti. Hogyan fogod nevelni az életed nőjével a 13-14 hónapos gyermeket ezeknek a gondolatoknak a tudatában? Most kezditek? Hát erre a kérdésre nem számítottam, erre sem. Hát én nagyon-nagyon régóta készülök rá, és szerencsére van egy drága nő az életemben, aki 49 éves koromban megtalált, és hát egy teljesen új életet kezdtünk, és abszolút tudatosan mind a ketten vállalva elindítottunk egy új minőségű, teljes életet. És nagyon érdekes, hogy van egy nagymester, ő már nem él, Ferencsik Istvánnak hívták, több könyv van, amit ő nevével van fémjelezve, és ő könyvébe találtam nem olyan rég, hogy 49 éves kor alatt vagy egy férfi ne kezdjen el gondolkodni a család alapításon, ha csak nem az a célja, hogy csak a fizikai eszenciáját akarja odaadni önmagának. De hát ez most nálad és én nekem 49 éves koromban történt, tehát hogy bízom benne, hogy azt, ami én vagyok, ezt teljességében oda tudtam adni ebbe a folyamatban. És oda hát, is fogod mostantól kezdve. És hát oda is fogom, és hát bízom benne, hogy ez a kicsi lélek, aki azt gondolom, hogy nem véletlenül érkezett meg ide a fizikai térbe, ennek mindent oda tudok adni, ami az ő folyamatait képes segíteni, támogatni. Úgy legyen.